Az elmúlt évben rekordmennyiségű alma termett az országban, amely már előrevetítette az idei gyengébb termést, ám az aszályos rendkívüli meleg időjárás miatt a vártól is elmarad az idei termés mennyisége. Ezért nagy valószínűséggel megnő a kereslet a feldolgozók részéről a gyümölcs iránt, ami az árak növekedésével járhat. Különösen az elmúlt évhez képest jelentősen lecsökken az alma mennyisége. Azt gondolom, hogy ez az aszály, különösen ott, ahol öntözni nem tudnak, ez katasztrofális helyzetet idézett elő. Ezzel számolni kell a feldolgozóknak is. Természetesen az árak ezzel összefüggésben alakulnak. Az, hogy mi lesz az induló ár, nagyjából egy 24-25 forint körül számolnak a gazdák, de az induló ár, meggyőződésem, hogy ez nagyon rövid időn belül jelentősen meghaladja a 30 forintot. A tavalyitól magasabb felvásárlási árak részben kompenzálhatják a terméskiesésből származó veszteséget, az aszálykárok miatti árbevétel kiesést pedig a kárenyhítési alapból fogják pótolni a termelőknek. Azt gondolom, hogy itt minden olyan eszközt igénybe kell venni, ami segít azon, hogy a gazdák talpon maradjanak. Egyrészt az árakkal jobban el kell ismerni az áruértékét, másrészt pedig hát a kárenyhítési alapban lévő források felhasználása most a gyümölcsösökön túl most rövidesen megkezdődik a szántóföldi egyéb növényeknek, a kultúráknak van a felmérés, a gazdászok ezt elvégzik, és onnantól kezdve a miniszternek meg kell tenni a szükséges intézkedést, a szájsújtotta területi nyilvánítás egyebek, tehát forrás van a kárenyhítési alapban, és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. A megyei agrárkamara kertészeti osztályának ülésén szó volt a vidékfejlesztési programról is, amelyet a közelmúltban hagytak jóvá Brüsszelben. Jakab István szerint fontos, hogy az elkövetkező években uniós források bevonásával megépüljön egy a gazdák tulajdonában lévő feldolgozó üzem a térségben.